Izgalmasnak ígérkező nyomozós kalandjátékon dolgozik a White Paper Games. A Conway Disappearance at Dahlia View az 50-es években brit földön játszódik. Robert Conway nyomozó már nyugdíjba vonult, de egy 8 éves kislány eltűnése felpiszkálja benne a kopót. Az ügyet hivatalosan Conway lánya viszi, aki nem nagyon akarja bevonni a mozgásban korlátozott öregét, így a szép csendben szólózni kezd. A stúdió az Either One és a The Occupation című játékokkal már bizonyította, hogy ért a csavaros történetmeséléshez, és a két játék legjobbnak ítélt elemeit fogják keverni. Hamarosan érkezik a Nine the Splintered Mind című trilógia első felvonása. A Valve Index, az HTC Vive, az Oculus Rift és a Windows Mixed Reality eszközöket támogató játékot az ausztrál VR-ra szakosodott Odin Studio készíti. A leírás alapján egy monopolisztikus konglomerátumok és kegyetlen bandák által megtépázott világban járunk, valamikor a harmadik évezred közepén a barátja gyilkosát üldöző Avery Nine nyomozót irányítva. A nyomokat valódi és a virtuális térben is keresgélni kell, utóbbi egyfajta menedékként működik, ahova a rideg valóság elől bújnak el az emberek. Az ígéretek szerint nyomvizsgálat, kihallgatás, logikai feladványok és némi csetepaté is vár bennünket a nyitó epizódban. Az e-sport nemzetközi térnyerése egyre jelentősebb, az egyik legdinamikusabban fejlődő sportágról beszélhetünk, amely hazai szinten is egyre népszerűbb. Az autó- és motorsportok a szimulátorok révén kapcsolódnak össze, ennek fejlesztése érdekében a Hungarian Motorsport Development Agency és a Magyar e-sport Szövetség stratégiai megállapodást kötött. A szimulátorsportok közvetítésével az automotorsportok is népszerűsíthetőek, megtalálhatóak a jövő potenciális versenyzői, akik később a valódi kormányok mögött is bizonyíthatnak. Már javában készül a Demon Slayer anim sorozatra és mangára épülő játékadaptáció, amit a Dragon Ball Z Kakarotot is jegyző CyberConnect 2 készít a Szegának, akik Ázsián kívül is terjeszteni fogják. A játék főszereplője Tenjiro, aki egy démonnak köszönhetően veszített el a családját, ezért csatlakozik egy olyan szervezethez, amely a démonok felkutatásával és elpusztításával foglalkozik. A shonen stílusú akciódús sztoriban epikus küzdelmekre lehet számítani, amiben komoly szerep jut a menet közben tanulható technikáknak. A szóló és multiplayer játékmódokat kínáló október végére ígért játék gyakorlatilag az összes népszerű platformra elkészül. Minden jel arra mutat, hogy bizony a Sucker Punch valamilyen önállóan futtatható kiegészítőt készíthet a Ghost of Tsushima-hoz. A szamurájos akciójáték kifejezetten jól sikerült, összességében egy vizuálisan és tartalmi szempontból is erős alkotást kaptunk. A Ghost of Ikishima állítólag a Tsushima sorozatban található Iki-sziget csoporton játszódik majd, ahol újfent a kutyafejű mongol hordákkal kell majd felvenni a harcot. A részletek egyelőre még nem ismertek, de a Legends címet viselő kooperatív DLC-vel ellentétben egy játékos kiegészítőről lehet szó, ami nagy valószínűséggel az alapsztorit bővíti tovább, aminek egyébként már pletykálják a PC-s verzióját is. Közben pedig már be is jelentették hivatalosan az augusztus 20-án megjelenő PlayStation 5-re felkészített Ghost of Tsushima Director's Cut részeként az új szigetes kalandot. Hát bizony, manapság nincsen könnyű dolga a moddereknek, mindezt a Ubisoft és a GoldenEye pályákat készítő Krallywood esete is jól példázza. Utóbbi a 97-es GoldenEye 007 összes pályáját átültette a Far Cry 5 arcade játékmódja alá, amire közel 3 évet dobott rá az életéből. Sajnos az említett James Bond játék jogait birtokló MGM nem túlságosan megengedő, ugyanis a Ubisoft csupán annyit közölt, hogy jogsértéssel kapcsolatban kaptak bejelentést, így nincs más választásuk, mint eltávolítani a kérdéses rajongói tartalmat. Most pedig hírösszefoglalónk zárásaként következzék pár izgalmas rövid hír. A Microsoft nem szarozik, ha Minecraftról van szó, ugyanis a múltkori Star Wars kiegészítés után most Sonic kockásodik meg a 30. születésnapja alkalmából. Az ismert szereplők mellett még az ikonikus Green Hill Zone-ba is ellátogathatunk egy kis versengésre. Megtudtuk, hogy a Cold Iron Studios által készített Aliens Fireteam Elite 5 féle kasztot, tucatnyi különböző ellenfelet és szerepjátékos fejlődési rendszert ígér 4 fős kooperatív játékmenete mellett. Ja, a lényeg pedig, hogy augusztus 24-én érkezik PC mellett a Sony és a Microsoft konzoljaira. A Blizzard nemrég bejelentette, hogy crossplay funkciót fog kapni az Overwatch, ami a napokban már be is következett. Ezentúl már együtt darálhatnak a Sony, a Microsoft és a Nintendo konzol tulajdonosok, akár még a PC-sekkel is. Az Nvidia FPS termelő mesterséges intelligenciával számoló DLSS technológiát megirigyelhette az AMD, ugyanis megcsinálták a Fidelity FX Super Resolution-t, ami mostantól 4K felbontás esetén akár plusz 30 FPS-t is tud hozni mondjuk a Godfall-ban, de kipróbálható az Anno 1800, az Evil Genius 2 és akár a Terminator Resistance esetében is.
Virtuális parasztok, akarom mondani gazdálkodók, fennyétek a kaszát, mert hamarosan érkezik a Farming Simulator aktuális része. A játék alapvetése nem változik, de a fejlesztő Giant Softworks komoly változásokról fog beszámolni a FarmCon keretén belül. Amíg a Ubisoft kalózos játék a kikötőben vesztege, a Sea of Thieves legénysége a Pirate's Life frissítés keretében Jack Sparrow kapitánnyal bővült, ráadásul még egy különálló kis történetet is kapott. Csúnya aknára futottak rá a Sniper Ghost Warrior Contracts 2 fejlesztői, ugyanis egy újságíró szerint egy sztereotíp közel-keleti helyszínnek berendezett környezetben araboknak öltözött statisztákra kellett lövöldözniük egy sajtóeseményen. Bár a Cyberpunk 2077 visszakerült a PlayStation Store-ba, a fejlesztők azért elismerték, hogy nem a legjobb még a cucc PlayStation 4-en, akadhatnak kisebb gondok, szóval, hogyha játszani akarunk, vagyis pontosabban, ha élvezni is akarjuk, akkor PlayStation 4 Pro-val vagy egy PlayStation 5-tel kell próbálkoznunk.